Farag Pétert, a KDNP frakció vezetőjét köszöntöm a stúdióban, jó estét kívánok! Köszönöm. Ugye a már említett törvényjavaslattal elő kívánják segíteni, hogy a vasárnapot minél többen otthon együtt töltsék a családjukkal. Érinti mindez ugye azokat a családokat, ahol mondjuk egyik vagy másik szülő vasárnap is dolgozni kényszerül az üzletek nyitvatartása miatt, és azokat a családokat, akik mondjuk a szabadidejüket vagy a vasárnapjukat egy nagyobb bevásárlóközpontban töltik, esetleg más programok helyett. Utóbbiakra vonatkozik a kérdésem, egész biztosak abban, hogyha bezárnak ezek a nagy üzletházak, akkor együtt fogja tölteni a család a szabadidőt, osztrák minta alapján, és kérdezem, hogy bevált-e ott ez az intézkedés például? Európában több országban működik ez a fajta intézkedés, és előre szeretném bocsátani, nem a vasárnapi vásárlás ellen vagyunk, hanem a vasárnapi alkalmazás ellen. Hiszen olyan kivételek vannak ebben a törvénytervezetben, amelyek tulajdonképpen lehetőséget adnak arra, hogy a vásárlók megtegyék az éppen vasárnapi vásárlásukat, és a családi vállalkozások, családtagok és tulajdonosok működtetésével a 400 négyzetméter alatti üzletek nyitva tarthatnak. Nem az üzletekre vonatkozott ez kizárólag annak idején, amikor mi 3 évvel ezelőtt benyújtottuk ezt a törvénytervezetet, hanem a vasárnapra, mint pihenőnapra. Természetes kivételekkel, hiszen olyan üzemek, amelyek folyamatos működést igényelnek, azok nyitva, illetve működhettek volna tovább is. Most egy szeletét tudjuk megvalósítani ennek, a kereskedelemre vonatkozó szeletet. Mi az oka annak, hogy éppen 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű üzletekre vonatkozna a törvény, ezzel a multikat büntetnék, vagy azért, mert ők foglalkoztatják a legtöbb embert vasárnap? Hát, ahogy mondta, igen, de itt kettős feltétel van, tehát nem elég, hogy 400 négyzetméter alatt kell, hogy legyen az üzlet, hanem ez családi vállalkozás kell, hogy legyen. Az előbb azt mondtam, hogy én szeretném, ha a vasárnapi vásárlást nem úgy tekintenénk, mint egy tiltandó dolgot. Álmaimban megjelennek azok a piacok, amik a környéken levő gazdálkodóknak a termékeit árulják. Én remélem, hogy erre is sor fog kerülni. Vasárnap délelőtt mondjuk. Van egy másik kitétele is a törvényjavaslatnak, a világörökségi területen például bezáratnák a diszkontokat és a hipermarketeket. Miért? Hát nézze, sok olyan üzlet van, ami bizonyos szempontokat felülír azzal, hogy a profitorientáltságuk hát nagyobb, mint azoknak a szempontoknak a figyelembevétele, mint például az említett környezet. Én azt gondolom, hogy itt az a társadalmi egyeztetés, aminek már utána vagyunk, az sok olyan szempontot bevett a törvénybe, amik fontosak voltak. Ma délelőtt is tartottunk egy megbeszélést, amelyen a szakszervezetek képviselete épp úgy megjelent, mint a családoké. Természetes az, hogy a baloldali kötődésű szakszervezet is támogatja ezt a kezdeményezést, hiszen ez egy klasszikus szociáldemokrata kezdeményezés. Magyarországon nincsen olyan hatékony szociáldemokrata párt, amelyik ezt meg tudta volna tenni, ezért egy sajátos kereszténydemokrata, vagyis a családokon keresztül történő megközelítés került napirendre. A szakszervezetekkel egyeztettek, ők nem fogalmazták meg azt a félelmüket, hogy a törvényjavaslat bevezetése után esetleg elbocsátanak embereket a munkahelyről, hiszen kevesebb nyitvatartási napát lehet úgy szervezni akkor ugye a foglalkoztatottak számát is, hogy esetleg elbocsátsanak embereket. Ezt a véleményt a munkaadók fogalmazták meg az ő védelmükben, de azok, akiknek a munkavállalók védelme a feladatuk, azok nem fogalmazták meg. A szakszervezeti vezetők is azt mondták, hogy ma ezekben a, majdnem azt mondtam, hogy rabszolgatartók üzleteiben, de ilyet nem mondok, mondom azt, hogy kizsákmányolóknak az üzleteiben sokkal kevesebben dolgoznak, mint amennyi szükséges lenne, tehát munkaerő hiány van. Éppen ezért nagyon kicsi az esély annak, hogy elbocsátanak. A forgalom szempontjából kevesebb, mint egy hetede kerül a vasárnapi forgalomra a heti forgalomnak, és
azt az árumennyiséget, amit ma megvesznek 7 nap alatt, azt meg fogják venni 6 nap alatt is, tehát a dolgozóknak ugyanannyi munkája lesz, mint eddig volt. Mi lesz a 0-24-ben nyitva tartó az éjjel-nappal üzemelő üzletekkel vagy boltokkal? Az éjjel-nappal üzemelő kisüzletek ezen túl is üzemelni fognak, és természetesen azok a kivételek, amiket a törvény említ, benzinkutak, virágüzletek és más hasonló szolgáltatást nyújtó üzletek is nyitva lesznek. A Fidesz támogatja ezeket a javaslatokat, vagy egyeztettek velük is erről? Történtek egyeztetések, reményeim szerint ez valós és tartós egyetértés lesz. Mikortól vezethetik be? Március 1-től. Lépjünk tovább, ugye, ha már kereskedelem és vendéglátás. Az utóbbi napok ugye az internetadóról szóltak, de az adómódosítások kapcsán volt egy másik adóváltoztatás, egyes kafetéria elemek adója 35,7%-ról 51,7%-ra nőne. Ennek szociális következménye is lehetnek. Önök tartanak ettől? Én remélem, hogy nem lesznek. Számomra egy nagyon szimpatikus dolog volt az Erzsébet utalvány például, ami lehetővé tette, hogy sok rászoruló család, fogyatékos, idős ember tudjon olyan lehetőségekhez jutni, amit ez enélkül nem kaphatott volna meg. Én remélem, hogy ez továbbra is ugyanígy meg lesz. Pillanatra itt talán a családtámogatást is érdemes megemlíteni, hiszen az a fajta támogatási rendszer, ami kiépült az elmúlt ciklusban, az reményeim szerint tovább fog épülni. Tehát azok a híresztelések, hogy visszafejlesztés történik, az nem igaz. És ez a tovább lépés például a két gyermekes családok esetében történő adókedvezmény növelése, az egy nagyon fontos szempont. Az internet adót, hogyha már szóba hoztam, ugye ennek kapcsán egy nemzeti konzultáció indul, melynek felelőse Dajcs Tamás EP képviselő lesz a kereszténydemokrata pártnak. Lesznek-e, vannak-e arra vonatkozó a javaslatai, hogy a milyen formában lenne érdemes korlátozni az internet szolgáltatást, vagy esetleg ellenőrizni azt? Hát nézd, a tényekből induljunk ki, olyan magas profitot tesznek zsebre ezek a szolgáltatók, aminél természetes valamiféle adóztatás, hogy itt az országban maradjon ennek egy része. Másrészt az is tény, hogy az emberek tetszésével nem igen találkozik egy ilyenfajta adó, még akkor is érdemes ezt figyelembe venni, hogyha itt félreértések voltak. Én azt gondolom, hogy ezeket a szempontokat figyelembe véve a mi szakértőink és a kormány szakértői meg fogják találni a megoldást erre a problémára. És most a pénzügyi vonalon kívül bizonyos tartalmakkal kapcsolatos észrevételeik, vagy mondjuk bizonyos tartalmak megadóztatására vonatkozóan tesznek-e javaslatot? Hát nézze, a tartalmakra vonatkozóan eddig is történtek olyan szemléletformáló megnyilatkozások, amik fontosak. Hadd utaljak például arra, hogy a Nemzetközi Gyermekmentőnek voltak olyan konferenciái rendszeresen, amelyek éppen a gyermekek védelmét a médiában, különösen az internet területén, hát a legapróbb részletekig és szakmailag a legalaposabban feldolgozták. Én úgy gondolom, hogy ebben is, mint sok más témában, a nevelésnek, a szemléletformálásnak, a közgondolkodás alakításának talán nagyobb szerepe van, mint sokszor a tiltásnak. Ugye, mint arról ma is hírtattunk, az internetadó ügyében történt kormányzati visszalépés ellenére ma is volt egy demonstráció. Ön rutinos politikus, hogy látja a jövőt, állandósulnak-e ezek a tüntetések, lesz-e mindig apropó, vagy egy idő után megnyugszik a közhangulat, és az embereket mondjuk az ellenzéki pártok sem tudják, akár az Orbán kormány leváltása címszóval utcára vinni? Hát nézze, biztos, hogy mindig lesz egy szűk réteg, aminek akár van oka, akár nincs oka, a gyűlöletet olyan magas szinten műveli, hogy az utcára tudja őket vinni. De hogy milyen tömeget tud ez megmozgatni, azt nem lehet előre megjósolni, viszont azt gondolom, hogy ha nekik bármi ok is arra, hogy kimenjenek és gyűlöletüket megfogalmazzák, az emberek tömegére csak az olyan a saját életüket valóban érintő kérdések hathatnak, mint amilyen jelenleg a kissé félreértelmezett
adó nem volt. Utolsó kérdésemben engedje meg, hogy egy kicsit tágítsam a határokat. Tudja-e, nem csak a belső helyzet volt konfliktusosabb az elmúlt időszakban, hanem akár Washingtonnal, akár Brüsszellel újra élesedtek a kormányvitái. Hogyan értékeli a helyzetet, mit tartana, mit tekintene jó lépésnek a kormányzat részéről? Ugye nem lehet ennyi fronton hadat viselni, vagy konfrontálódni a nemzetközi véleménnyel sem. Hát nézze, ha naiv vagyok, akkor azt mondom, hogy meg kell magyarázni az érveinket, az érintettek elé kell tárni, de... De minden bizonyal nem naiv. Nem vagyok naiv, és azt gondolom, hogy ők ezeket ismerik, és a szándék mögötte valami más lehet a támadások mögött, mint az ismeret hiány, bár sok esetben ez is jelen van. Ezért egyértelmű, hogy az ütközéseket, azok a szemléletbeli különbségek, amik megjelennek a politikai gyakorlatban is, azok okozzák. Na most két világ ütközik, ennek a két világnak az ütközését lehet tompítani, de mivel átjárhatatlan egymással, ezért megszüntetni nem lehet. A küzdelmet fel kell vállalni, legfeljebb ügyesen kell küzdeni, talán azzal, amit mondott is, hogy nem kell minden frontot megnyitni. Frakcióvezető úr, köszönöm, hogy itt volt és elmondta a véleményét. Én is köszönöm.